Olyan pincáram.hu vagy pincáron.hu? Lejöttem a pincáram.hu raktárába, ahol abban próbálok önöknek segíteni, hogy milyen bort választanak a klasszikus karácsonyi ételek mellé. Szentestére nagyon sokan készítenek halászlét. A halászlé meghatározó fűszere a fűszerpaprika. Ez egy olyan bort kell választanunk tehát kísérőként, mely aromáját a kék szőlőből nyeri, de nincs tannin tartalma, tehát egy piros vagy Schiller borban gondolkodjunk. Nagyszerű választás lehet Szentbékkálai Schiller Trombitás Tamás pincéjéből, vagy Légli Géza pirosbora a 2011-es évjáratból. A halászlé után többnyire rántott hal következik a legtöbb asztalon, ahogy nálunk is. Most lényegében a halat egy panírbunda, azaz egy zsírbunda öleli körül, tehát egy tartalmas, magas alkoholú fehérborban gondolkodjunk kísérőként. Az egyik remek választás lehet az Egri Bukói családi birtok Chardonnay a 2011-ből, ami egy félszáraz bor, sőt, az alkoholja is 15-ös, tehát nagyszerű társa lehet ennek az egyébként tényleg zsíros fogásnak. Vagy Szászi Endre 2011-es évjáratú Zeus bora, ami ugye egy fürtös tőketerhelésű termésből készült, szintén magas alkohol, a hatalmas testtel és egy gyönyörű ásványos karakterrel. Nagyon szép a rántott hal mellé. Valamint új felfedezettünk az etyeki borvidékről, az Arándok pince bora, a Mise bor, ami egy szürke barát. Szintén jelentős alkohol jellemzi, és nagyon szép, lendületes savérzet, ami az etyeki meszes talajnak köszönhető. Mindhárom bor biztos siker, ha ezt választjuk a rántott halhoz. A rántott hal mellé vagy helyett nagyon sokan készítenek gesztenyés pulykát. Ennél az ételnél a bort a gesztenye jellegzetes aromájához kell igazítanunk. Nagyon nagyszerű lehetőség, illetve ajánlás, Kis Tamás somlói vándorbor a 2011-es évjáratból. Ez a bor rendelkezik egy nagyon szép ásványos, finoman földes, gazdagon fűszeres aromavilággal. Pazartás a gesztenye mellé. A bor egyébként furmint, háslevelű és ezer jó házasításával készült. Szintén klasszikus ünnepi étel a töltött káposzta. Amennyiben savanyú káposztából készítjük, fröccsöt igyunk mellé, hiszen a savanyú káposzta nagyon savas ízhatású, a bor önmagában nem lesz képes érvényesülni, a szódavíz, a szikvíz ebben neki segít. Ha a szatmári típusú édeskáposztás verziót részesítjük előnyben, akkor viszont jöhet a jó kis rozé önmagában. Például Légli Géza 2011-es rozéja, amely, mint önök is jól láthatják, csavarzárral van ellátva, de ettől ne féljenek. Illetve Ráspi 2011-es kékfrankos rozéja, könnyed, friss, üde és nagyon szép ásványos karakter jellemzi, jó kísérő lehet az édeskáposzta mellé. Ha addig nem találkoznánk, boldog karácsony kívánok! S ha két ünnep között megszomjaznának, ránk számíthatnak, akkor is szállítunk.